Ben de sizi dinlemek nezaketinde bulundukları için dinleyicilerine teşekkür ederim. Én is szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Yok, bir dakika. Önce kontak kuralım dinleyicilerimiz. Çok yakında önemli bir sağlık sorunu yaşadım. Ve kötü günler geçirdim. Ancak çoban köpekleri benim yaşam biçim. Gel dedikleri zaman gelmemezlik yapamazdım. Bu dostluğa ihanet olurdu. Nem olyan rég egy nagyobb egészségügyi problémám volt, ami miatt műtéten estem át, és nem elég rossz napokat éltem át, viszont az én életre szóló barátaim a pásztorkutyák, hogyha hívnak, akkor nem tehetem azt, hogy nem jövök, nem vagyok ott mellettük, az a barátságunk elárulása lenne. Şu anda içimizde dinleyiciler içinde 20 senelik arkadaşım var. Aynı yolda yürürüz 20 senedir. Hiç şaşmadan. Biz köpekleri, köpekler bizi sever. Most a hallgatók és a nézők között van egy nagyon kedves barátom, akivel ezt az utat már 20 éve járjuk közösen, és soha nem tértünk le erről az útról. Mi a kutyákat szeretjük, a kutyák pedig minket szeretnek. Köpek, özellikle çoban köpekleri, kendileri de seveni tanır. İlk defa görmüş olsa dahi. A kutyák, főleg a pásztorkutyák, rögtön megismerik azokat, akik a kutyákat szintén szeretik. Még hogyha előtte sosem látták ezt az embert, akkor is tudják, hogy ő egy kutyabarát. Bilim adamları bu konuda anlaşıyorlar. Bütün çoban köpeklerinin atası Orta Asya kurdu. A tudósok abban egyetértenek, hogy az összes pásztorkutya, vagy az összes kutya őse a közép-ázsiai farkas. Eğer arada sahibinin sürüsü olmasa dostça geçinebilirler. Hatta kızgınlık döneminde doğada karşılaştıkları zaman çiftleşmek suretiyle fertil yavru yap, müşterek yavru yaparlar. Ez olyannyira igaz, hogy ha a kutyának, a pásztor kutyának, a gazdájának a nyája nincs közöttük, akkor igazából nincs is egymással problémájuk, sőt, hogyha éppen tüzelnek, akkor akár még egymás között is tudnak szaporodni, meg tudják termékenyíteni egymást, ami szintén a rokonságra utal. Bu özelliğe hiçbir hayvan ırkında rastlanmaz. Ez a tulajdonság más állatfajnál nem tapasztalható. Atla eşek akrabadır, yakın akraba. Çiftleşirler de, ancak doğan yavrular üreme kabiliyetinde değildir, fertil değildir. Például a lovak és a szamarak rokonfajok, viszont nem tudnak egymás között szaporodni, még ők sem. Koyunla keçi biyolojik olarak yakın akrabadırlar, ama çiftleşmezler ve müşterek yavru vermezler. A birka és a kecske is rokon fajták biológiailag, viszont nem párosodnak egymás között, és nem is szaporodnak semmilyen féleképpen. Türkiye'de ve Orta Asya'da çoban köpeğinin tarifi
Macaristan'daki çoban köpeği tarifinden bir miktar farklıdır. A pásztor kutya leírása a Közép-Ázsiában a magyarországi leírástól egy picivel tér el. Kurtla başa çıkamayan köpek ırkları çoban köpeği sayılmaz. Azok a kutya fajták, amelyek nem tudnak megbirkózni a farkassal, nem számítanak pásztor kutyának. Anadolu türkleşirken Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen atalarımız Oğuzlar beraberlerinde dört köpek ırkını birlikte getirdiler. Keçi ve koyun sürülerinin beraberinde. Amikor az anatóliai területek eltörökösödtek, Közép-Ázsiából maguk a törökök ősei az oguzok, négy kutyafajtát, pásztorkutyafajtát hoztak magukkal a birkáik és a kecske nyájaikkal együtt. Oğuzlar dünya tarihinin en büyük hayvancılarıdır. Bütün geçimleri ve ekonomileri hayvana dayalıdır. Az oguzok a koyun ve keçi. Az oguzok a történelem folyamán az ismert legnagyobb állattartó nép voltak. Minden foglalatosságuk és minden az állattenyésztéshez, a kecske és birkatartáshoz kapcsolódott náluk. Bozkır'da her şey seyrektir. Ağaç seyrektir. Bozkır'da bulunan her şey birbirine uzak mesafededir. Bunun için koyun ve keçi sürülerini beslemek için her gün çok uzun mesafeler kat eder sürüler, koyun ve keçi sürüleri. A pusztákon, a sztyeppéken minden nagyon ritkásan helyezkedik el, egy fa, bokrok, még a legelők, és ennél fogva a birkákat, kecskéket legeltető népeknek minden nap nagy távolságokat kellett megtenni, hogy élelemhez juttassák a nyájaikat. Gezerek otlarlar. Gezerek ve uzun mesafeleri yürüyerek beslenirler. Vándorolva legeltetnek, és így nagy távolságokat járnak be. Ateşli silahların ve yolların bulunmadığı o dönemde onları korumakta insan gücü yetersiz kalmıştır. És amikor ugye nem voltak még utak és tűzfegyverek, akkor ezeknek a nyájaknak a védelmében ugye az emberi erő az nem bizonyult elégségesnek. Bu nedenle iri köpek ırklarını sürüleri koruyacak şekilde yetiştirmek için insan hizmetine, insan evine almak için çalışmışlardır. Ennél fogva az emberek, vagy az ember a nagy termetű kutyákat állította a szolgáltában, kiképezte és erre a feladatra kezdte el használni. Çoban köpeği toplumları böylece oluşmuştur. Tehát a pásztorkutyák társadalma ilyen módon jött létre. Çoban tanımının içinde bu köpeklerin hizmetlerinin özeti vardır. Kuas, çoban tanımının eski Türkçe'de tam karşılığıdır. A pásztor kutyáknak a feladatainak a leírásában a kuvasz kutyának a nevének az eredete pontosan ezt a feladat leírást hordozza.
Macarların ve Türklerin atası olan Hunlar Orta Asya'nın en büyük devletiydiler eski çağlarda. Bir ucu Çin Seddi'ne yakın, Çin Seddi'nin dayını ve Baykal Gölü'nün bulunduğu yer ve Altay Dağları da doğu sınırı, batı sınırı Avrupa ile Asya'yı ayıran Ural Dağları'na kadar bütün Orta Asya coğrafyası Hun İmparatorluğu'nun hükümranlığındaydı. A magyarok és a törökök őseinek tekintett Hunok birodalma keleten a Bajkától és a Altaj-hegységtől egészen nyugaton az Ural-hegységig terjedt. Zamanla bir bütün olan Hun İmparatorluğu ikiye bölündü. Orta Asya'nın Avrupa'ya bakan yüzü Urallara kadar Batı Hun Devleti, ortadan Çin sınırına kadar da Doğu Hun Devleti Asya'nın tümüne çok uzun zaman hükmettiler. Ez a birodalom idővel ketté oszlott, nyugati Hun és keleti Hun birodalommá, amely jelentős ideig szinte az egész ázsiai területet az uralma alatt tartotta. Biraz tarih dersi veriyor gibi görünüyoruz ama aslında çoban köpeklerinin bir işlevi yerine getirmek için nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışıyorum. Kicsit úgy tűnhet, mintha történelmi órát tartanánk most, viszont ez szükséges ahhoz, hogy megértsük, hogy a pásztorkutyák a működési, felhasználási területeikre hogyan jutottak el. Çoban köpeği olma kurtla başa çıkmaya bağlıdır. Kurtla başa çıkmaya bağlıdır. Çünkü kurt bir keçi veya koyun sürüsü için terminatör gibidir. Sürüye girdiği zaman bütün sürüyü elinden gelirse öldürmeye çalışır. A pásztor kutyaság legfőbb ismérve a farkassal való megküzdeni tudás, hogy meg tud-e küzdeni a farkassal, mert ugye a birka és a kecske nyájak számára a farkas a csúcsragadozó, és hogyha a farkasnak módja van, akár az egész nyájat is kiírtja. Koyunlardan veya keçilerden bir tanesini de sürüyerek yavrularının yanına götürür. Diğer yaban hayvanları, mesela ayılar ve diğerleri sürüye çok fazla zarar vermezler. Sürüden bir hayvanı yüklenirler ve onları sürüyerek yavrularının yanına götürmek suretiyle onları beslerler. Kısacası çoban köpeği olmak kurtla başa çıkabilmeye, sürüyü ve çobanı kurtlara karşı koruyabilme özelliğinde olan köpekler içindir. Tehát a farkas akár kiírtja az egész nyájat is, és utána egy-kettő tetemet viszel a kölykeinek. Más nagy vadak, mint például a medve, a nyájakban nem tesz túl nagy kárt, egy-kettő egyedet viszel magának a kölykei számára, azon kívül a nyájhoz nem nyúl. Tehát ezért a pásztorkutyák legfontosabb ismérve, hogy a nyájat és a juhászt, vagy a nyájgazdáját meg tudják védeni a farkasokkal szemben. Günümüzün dünyasında birçok kurtla başa çıkamayan
çoban köpeği diye anılan ırklar vardır. Ancak onlar sadece güdü, yani sürüleri beslenirken yönlendirilmekte kullanılır. Onlara biz güdü köpeği diyoruz. Çoban köpeği aynı zamanda koruyucu özellik de olmalıdır. Koruyucu özellikte olmanın ön şartından biri güçlü ve iri olmaktır. Manapság sok kutyafajta van, ami nem képes a farkassal felvenni a küzdelmet, és mégis a pásztorkutyaként van említve, amit igazából nálunk csak a nyájak terelésére, terelő kutyának hívjuk, nem, őket nem hívjuk pásztorkutyának, mert ugye a pásztorkutyának a legfőbb feladata a védelem, amit el kell látnia. Çok yakın aynı anlamda olan çoban ve kuas sözcükleri yalnız köpekler için kullanılmaz Orta Asya'da. Ben iki yaz bütün zamanımı Orta Asya'da çoban köpeklerinin kökenlerini araştırmakla geçirdim. Yetmedi Kafkasya'ya 4000 metre yükseklikte çoban köpeklerinin izlerini sürdüm. A çoban, vagyis ugye a pásztor és a kuvasz elnevezés is nagyon közel áll egymáshoz, amik ezt a feladatot látják el, viszont nálunk nem csak a kutyákra használják ezeket a megnevezéseket, hanem a védelmet ellátó, védelmi feladatot ellátó emberre is akár. És én Közép-Ázsiában 2 évet eltöltöttem ezeknek a pásztorkutyáknak a megfigyelésében. 4000 méter magasságban tartott pásztorkutyák nyomait is követtem. Bozkır toplumlarının bütün hayatları ve bu hayatı sürdürmek için gerekli olan ekonomileri sürülere bağlıdır. Ja, a pusztákon a kutyáknak az összes ökológiai és gazdasági vagy az életben maradáshoz szükséges feltételei a nyájakhoz kötöttek. Kısacası anlatmaya çalıştığım gibi insanlar doğadan kopardıkları köpekleri emirlerine almışlar, onların bütün gereksinmeleriyle ilgilenmişler. Avcılığı unutturmuşlar ve böylelikle en yakın dostları olmuşlardır insanların. Çoban toplumlarında köpek çok değerlidir, çoban köpeği. Çoban köpeği olmayan bir toplumun yaşamını sürdürmesi mümkün değildir Bozkır'da. Mindebből az következik, hogy a kutyák, amiket az ember kiragadott a környezetéből, és a parancsai végrehajtására betanított, ezért cserébe minden szükségletéről gondoskodott, elfelejtettek vadászni, hogy hogy kell a vadonban önállóan megélni, ezért a létezésük az emberekhez kötődött, ezért is válhattak az ember legközelebbi barátjává. Kısacası evcil hale getirildikten sonra bütün yaşamları insanlara bağlı olmuştur. Tehát röviden a háziasítás után a kutyák teljes mértékben az emberekhez kötődnek, a tőlük függenek. Köpekler insanlara o derece bağlanmışlardır ki başka coğrafyalara kendi başlarına gidemezler. Csak kutyák annyira kötődnek az emberekhez, hogy
saját maguk másik földrajzi környezetben nem is tudnak önállóan elvándorolni és ott megtelepedni. İçinde yaşadıkları toplumların siyasi yayılmalarına ve ekonomik göçlerinin içinde onlarla beraber bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya gidebilirler. Csak úgy tudnak másik földrajzi területeket meghódítani, vagy területeken letelepedni, hogyha azokkal a népekkel együtt tartanak, amelyikekhez tartoznak, és ők tudják biztosítani nekik az ökológiai feltételeket az életben maradáshoz. Ez akkor következik be, amikor egy nép, egy társadalom, vagy politikai hódítás útján más helyre vándorol, vagy gazdasági okokból megy egyik helyről a másik területre. Gerçekten savaşlar, yani siyasi genişlemeler ve ekonomik güçlerle uzak mesafelere gitmek bütün canlılar üzerinde bir fark yaratır. Yeni yaşamlarına intibak etmek için gittikleri coğrafyanın ya ekolojik şartlarına uyum sağlarlar yahut da yok olma trendine giderler. Veya oradaki yerli ırklarla melezleşmek suretiyle yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Ekolojik değişikliklerden en çok etkilenen memeli canlı köpeklerdir. Az ökológiai helyváltoztatásnál és az ökológiai alkalmazkodásnál, helyváltoztatásoknál az adott megváltozott környezethez alkalmazkodni kell, vagy kihalásra van ítélve az adott faj. Ennek az alkalmazkodásnak a módja lehet a helyi fajtákkal való keveredés. És e szempontból az ökológiai változásoknak a legjobban kitett fajta az állatok közül a kutyák. Dönelim insanlara, Büyük Hun İmparatorluğu zaman içinde ikiye bölündükten sonra, bir süre sonra Batı Hunları Avrupa'ya akmaya devam ettiler. Önce Ural Dağları'nın arkasına, Avrupa kıtasına aktılar ve arkasından da batıya doğru yayılmaya devam ettiler. És visszatérve az emberekhez, a Hun Birodalom ketté oszlása után, egy bizonyos idő elteltével a nyugati Hun Birodalom, nyugati hunok az Urál-hegységen átkelve nyugatra kezdtek özönleni. Avrupa tarihinde Hunların Avrupa'ya doğru çok uzun süren göçleri Avrupa'nın tarihini değiştirmiştir. Bu göçler ve bu yayılmalar arasında Uralların batısından, Hazar ve Aral Gölü'nün kuzeyinden Kuvas ırkını Avrupa'ya taşıdılar. És ez alatt a hosszú vándorlási folyamat alatt az Araltótól a kuvaszokat egészen Európáig hozták magukkal. Bildiğiniz gibi Macar ovalarına indiler ve Macar ulusunun ataları oldular. Ahogyan mindannyian tudjuk, a nyugati hunok végül a Kárpát-medencében a mai Magyarország területén telepedtek le, és a magyarok ősei lettek. Doğuda kalanlar ise bir süre sonra daha güneyden İran üzerinden Anadolu'ya geçmek suretiyle Türk ulusunun ataları oldular. A keleti törökök, keleti hunok egy része pedig
Iránon keresztül az anatóliai régióba vándoroltak, ahol pedig a török népnek az ősei lettek. Gerek doğu Hunları, gerek batı Hunları gittikleri yeni yerlerde asla yerli halkı katletmediler. Onları kendi bünyelerine, kendi şeylerine almak suretiyle böylece Anadolu'daki Türk ulusu ve Macar ulusunun ataları oldular. Sem a keleti, sem pedig a nyugati hunok nem bántak leigázott népekként az ottani, az új területek népeivel, hanem azokat magukba olvasztva, egyesülve velük, későbbiekben az ott élő népeket, jelen esetben a magyarokat és a törököket alkották. Doğulular sürülerin içinde, koyun ve keçi sürülerin içinde Kangal, bugün Kangal adıyla anılan, geleneksel ismi Karabaş olan köpek ırklarını Anadolu'ya taşıdılar. A keleti hunok a nyájaikkal együtt a ma Kangalként, vagy a hagyományos nevén Karabasként ismert kutyákat hozták az anatóliai régióba. Macaristan'da Kuaslar, Anadolu'da Kangallar, halkın benzersiz koruması sayesinde günümüze ulaştılar. A Kangal, vagy a Karabas és a Magyarországon pedig a Kuvasz kutyák a két népnek a páratlan védelme alatt a mai napig is megmaradtak. Tarih boyunca bütün akınlar Asya'dan Avrupa'ya doğru olmuştur. Avrupa'dan Asya'ya tek siyasi yayılma Makedonyalı Büyük İskender'in batıya olan seferidir. Onun da dönüşü yoktur. Onun için Asya'dan hiçbir şey getirmemiştir. A történelem folyamán az összes nagy vándorlás keletről nyugatra történt egy kivétellel, ugye a macedón Nagy Sándor hódító hadjárata nyugatról keletre, viszont ő nem tudott visszatérni, úgyhogy nem tudott Ázsiából semmit idehozni. Macaristan'ın ulusal köpeği Kuvaslar zaman içinde siyasi hareketlerle Avrupa çoban köpeklerinin atası oldular. Bugün çoban köpeği sınıfındaki bize göre Avrupa'da bulunan beyaz köpek ırklarının tümü Kuvasların türevleridir. A magyar Kuvasz kutya az idők folyamán különböző folyamatok révén egész Európában az a fehér színű kutyáknak az őse, az eredete, a forrása sává vált, és az összes Európában megtalálható fehér kutyafaj a kuvasznak egy fajtája vagy variációja. Doğudan güneye inmek suretiyle İran, Azerbaycan yoluyla Anadolu'ya gelenlerden ana toplumdan ayrılanlar Kuzey Afganistan, İran, Tibet'ten başlayarak Kırgızistan'dan itibaren Kangal veyahut Karabaş diye tanımladığımız çoban köpeklerin de birlikte hala muhafaza etmektedir. Ayrılan toplumlar köpekleriyle beraber yerleşmişlerdir. Kısacası
Dünyanın en önemli iki ırkı, biri sizin, biri bizim. Ama şeylik bu kadarla kalmıyor. Çünkü daha sonra Ukrayna'da kurulan Altın Ordu Devleti ve onun ardılları Rus yönetimine geçtikten sonra Anadolu'ya yapılan göçlerle Akbaşları getirdiler. Akbaşlar, ben Akbaşların Huaslarla kardeş olduğunu Macar kaynaklarından öğrendim. Çünkü bir şeyi biliyordum. İkinci Dünya Harbi içinde çok büyük zarar gördüler. Birçok Huasımız telef oldu. Hatta Transilvanya'ya yaptığım gezide dediler ki Hitler 30 bin tane köpeğimizi öldürdü. Ve İkinci Dünya Harbi sonrası bu ırk sizde bayağı şey oldu, zor duruma düştü. Aa. Bu arada ben Türkiye'de bir tabi. Tehát megpróbálom egy összefoglalni. Ugye a keleti régióban pedig a keleti hunok egészen Kirgizisztántól indulva Azerbajdzsán, Irán, Afganisztánon át. Kuzey-Afganisztán. Észak-Afganisztán. Észak-Afganisztánon keresztül hozták magukkal a kanga, vagy ugye a hagyományos elnevezésre a karabas pásztorkutyáikat, amik ezeken a területeken szintén mindenhol elterjedtek, és máig az ottani társadalom részét képezik, máig ezekkel a kutyákkal szorosan együtt élnek. És ez a közösség még itt nem ért véget, ugyanis a másik fontos kutyafajtánk az Akbas, és hasonló módon az aranyhorda megalakulása után az aranyhorda elől menekülő török népek közvetítésével jutott el hozzánk, amelyik kutyákkal én a kuvaszok és az akbasok közötti rokonságot magyar kutyatartóktól és kutatóktól tudtam meg. Az általuk szereztem erről tudomást. Amikor egy Törökországba jöttek az akbasokat kutatni, akkor mondták el ezt nekem, hogy a II. Világháború folyamán a magyarországi kuvaszállomány nagy hatalmas károkat szenvedett. Egy erdélyi ember elmondása szerint Hitler 30 ezer kuvaszt pusztítatott el. Türklerin ve Macarların atası olan Hunlar, çoban köpekleri de başlarının rengiyle tanımlamışlardır. Çünkü köpeğin renginin oluştuğu coğrafyayla çok yakın ilgisi vardır. Soğuk kuzey steplerindeki oluşan kuasların rengi ayrıcalıksız beyaz iken, Altay dağlarında oluşan kangalların rengi boz rengi olmuştur. Boz krem renginin, açık kahverenginin Türkiye'deki kullanılan şeyidir, adıdır. Ancak onlara karabaş adının verilmesi, burunlarındaki siyahların yüzünün tamamını kaplaması nedeniyledir. Még a régi hunoktól származik az a szokás, vagy az eljárás, hogy a kutyákat a fejük színe alapján különböztetik meg, és ugye ezek a színek az élet térhez szorosan kapcsolódnak. Például az északi sztyeppéken
kialakult kuvaszok, ugye a hideg éjszakon a fehér szín az egyeduralkodó, és ezért a kutyák színe is a fehér szín ehhez a környezethez alkalmazódott, szorosan kapcsolódott, míg az Altaj-hegységben kialakult kanga, karabas kutyafaj, pedig az ottani pusztáknak a törökül boz, vagy a boz színt vette fel, ami a krém színű, sötétebb színt jelenti. És ugye a karabas az a sötét fej, a fekete orrésznek az egész arcrészre való átterjedését hivatott kiemelni. Kuvaszların beyaz kardeşleri de Türkiye'de akbaş diye anılır. Akbaş, beyaz baş demektir. És a kuvaszok a törökországi akbasoknak a testvéreiként vannak számon tartva. Az akbas törökül fehér fejet jelent. Boz renkli olup yüzlerinde siyah maske olan Türkiye'deki çoban köpekleri de karabaş diye anılmıştır. Atalarımızın koyduğu isimler budur. És a krém színű, a fejrészükön sötét szőrzetű kutyáknak a neve pedig a karabas, a sötét fej, szintén az őseink által adott név alapján. 1963 yılına kadar karabaş tanımı meşhurdu. Yani bu köpekler karabaş diye anılırdı. A karabaş elnevezés egészen 1963-ig általános volt, és ezek a kutyák a karabaş néven voltak mindenhol említve. Amerikalı Türkiye'de çalışan, önemli bir görevde çalışan David Nelson Amerika'dan aldığı bir emir gereği Türkiye'de bir araştırmaya girişti. Çünkü Amerika'da koyuncuları korumak için devlet kurtların öldürülmesine izin verince bütün Amerikan kıtasındaki kurtlar ateşli silahlarla öldürüldüler. Egy amerikai magasrangú tisztségviselő Törökországban teljesített szolgálatot, és Amerikából a törökországi pásztorkutyák kutatására kapott megbízást, ugyanis Amerikában a nyájakat veszélyeztető farkasok megölésére engedély lett kiadva, aminek következtében tűzfegyverekkel szinte az egész amerikai farkasállományt kiirtották. Ancak bir süre sonra bir şeyi farkında oldular. Kurtlarla aynı familyadan çakallar irileşmek suretiyle sürülere musallat oldular ve kurtlardan daha çok zarar vermeye başladılar. Ve Amerikan devleti çoban köpeği aramak için dünyayı taramaya başladı. Sonuç Anadolu'da, Türkiye'de rastladıkları kangalları Amerika'ya taşımaya başladılar. Viszont ennek a következménye meg az lett, yasa dışı yollarla. Hogy a farkasok hiányában a sakálok kezdtek megnőni, és azok pedig még vehemensebben támadták egy idő után a nyájakat. Emiatt pedig az amerikai állam az egész világra kiterjedő kutatást kezdeményezett a pásztorkutyákkal kapcsolatban, és ekkor az anatóliai régióban élő karabasok is megtalálták a kangal
városnál, Kangal régióban, és innen ezeket a kutyákat törvényen kívüli úton Amerikába vitték. Bir süre Karabaş ve Kangal adı bilinen köpek ırkı doğruydu. Kısa zamanda Amerikan koyuncuları ve hayvancıları rahat ettiler. És azt még hozzá kell tenni, hogy a Nielsennek a választása, a kutya választása helyes volt, mert rövid időn belül az amerikai juhtenyésztők gondjait megoldották ezek a kutyák. 1952 yılında Kangal ilçesinde askerlik görevimi yaparken bu ırkı tanıdım. Sevdim ve araştırmaya başladım. Yani 63 yıl önce. O ana kadar hiç kimse tarafından araştırılmamış ve korunmamış bir ırktı. Melezlerine ve başka ırklarla ilişkiler nedeniyle ırk bozulma yolundaydı. Én 1953-ban sorkatonai szolgálatomat teljesítve ismertem meg a kangalokat Szivaszban, és azóta 65 éve foglalkozom velük. Akkor ez a fajta semmilyen védelem alatt nem állt, tehát mindenféle keresztezés és hasonló eljárások a fajta tisztasága veszélyeztetve volt. Zaman içinde doğru olan bilgiler anlatılınca sürücüler ırkı düzeltme yolunda çok önemli çalışmalar yaptılar. Ve günümüzde artık Kangal ırkı saf köpek ırkı haline gelme yolunda çok önemli aşama kaydetti. Viszont bugün Amerika'da 5000'den fazla, ben 10 yıl evvel yaptığım bir araştırmada 5000 kangal Amerika'da, 3000 kangal Kanada'da ve resmi olmayan, yasal olmayan yollarla kaçırılmış bulunuyordu. Kısacası bu hayvanları yeniden üretmeye çalıştık ve başardık. Viszont idővel a megfelelő információkat megosztva a tenyésztőkkel, a juhászokkal a faj újra kitisztítása érdekében hatalmas, fontos lépéseket tettek, és ma már ott tartunk, hogy ennek a folyamatnak egy nagy ebben a folyamatban nagy előrehaladást értünk el. És 10 évvel ezelőtti kutatásom alapján Amerikában 5000, Kanadában 3000 kangal kutya volt, különböző nem hivatalos módokon kerültek oda. Tehát röviden összefoglalva a fajta megmentéséért folytatott munkánk mondhatjuk, hogy sikerrel járt. Onları günümüzdeki şekliyle ve haliyle tanıtmak için bazı görüntüleri şu anda ekrana getireceğiz. Bu arada izin verirseniz birkaç dakikada dinlenmek istiyorum. És szeretnénk pár videó felvétellel a fajta mai állapotát szemléltetni, eközben pedig az engedélyükkel egy kicsit én is pihennék. Ürünü koruma dernekleri tek çatı altında birleşti. Amaçsa Karabaş ve Akbaş'ın saflığını korumak ve onları dünyaya tanıtmak. Türklerin binlerce yıllık hareketli tarihinde aslında başrolü oynayanlar bu köpeklerdi. Karabaş olarak bilinen Sivas Kangal ve Akbaşlar.
Sürülerin hem koruyucusu hem de güdücüsü oldular. Asaletleri ve heybetleriyle bütün dünyayı kendilerine hayran bıraktılar. Onlar yeni kurulan bir federasyonla artık daha güvende. Aynı amaçlı dernekleri aynı çatı altında toplamak yıllarca hayalimizdi. Onu bu yıl içinde gerçekleştirdik. Şu anda federasyonumuz 150 kişilik kazanmış durumdadır. Akbaş ve Karabaş ırkı çoban köpeklerinin dünyada eşi yok. Günümüzün dünyasında yabanlılarla başa çıkabilecek hem güdü hem koruma köpeği olarak görev yapacak sadece 3 ırk var. Sevinerek belirtirim ki bu 3 ırktan 2 tanesi bize ait. Kanlılar da bu aslar gibi sevimli ve güzel köpeklerdir. Ancak çoban köpeklerinde estetik çok büyük önem taşımaz. Çoban köpekleri koruyucu özellikleri güçleri ve cesaretleriyle önem kazanırlar. A kangal kutyák a kuvaszokhoz hasonlóan nagyon szeretetlen méltó állatok, viszont ugye azt is el kell mondani, hogy a pásztorkutyáknál az esztétika, a szépség nem tartozik a fő tulajdonságok közé, mint ahogy már korábban is említettem, a védelmező képesség és a farkassal való megküzdeni való képesség, ami ilyenkor igazán fontos, a szépség az másodlagos. Kangal adını bize çok itici gelmedi. Çünkü Arayurt'tan Anadolu'ya olan göçte Kangal aşireti Anadolu'ya getirdi. Yani bu köpekleri Orta Asya'dan Anadolu'ya getiren boyun, Türk boyununun adı Kangal aşiretiydi. Dolayısıyla o ismi kabullendik. Çünkü artık dünyaya bu isimle şöhret kazanmıştı. A Kangal elnevezés igazából számunkra sem volt elfogadhatatlan dolog, hiszen az Anatóliába érkező, ezt a kutyafajtát az Anatóliába hozó törzs neve, törzs is a Kangal törzs volt, és mivel ezen a néven vált híressé, világhíressé ez a fajta, ennél fogva mi is ezt kezdtük használni, mivel ilyen jelentése, ilyen jelentést is magában hordoz. Ben 2011 yılında Macaristan'a geldim. Gene davetli ve çağrılı olarak gelmiştim. Budapest Üniversitesi'nde bilim adamlarıyla Türk çoban köpeği ırkları konusunda söyleştik. Çok başarılı bir söyleşiydi. O günden sonra birçok Macar meraklının Kangal'ı olmaya başladı. Bugün artık bir Kangal kulübümüz var. Kısmetse yarın o kulübün başkanıyla tanışacağım. 2011-ben szintén meghívásra már jártam Magyarországon, akkor a Budapesti Egyetemen kutatókkal folytattunk megbeszélést a törökországi pásztorkutyák és főleg a Kangallal kapcsolatban. És örömmel tapasztalom, hogy azóta Magyarországon a Kangal iránti érdeklődés jelentősen megnőtt, olyannyira, hogy már Magyarországon egy Kangal kutyás klub is van, aminek az elnökével, ha Isten is úgy akarja, akkor holnap találkozni is tudok. Ben bu konferansı çok önemsiyorum. Benim hayatımda yeni bir kapı açtı. Yeni bir düşüncenin sahibi oldum. İnşallah gelecek sene
Avrasya Konferansı'nda sizi Türkiye'de bekliyorum. Számomra a mai konferencia is nagyon fontos, és megint új ismeretekkel, nézetekkel gyarapodtam, és nagyon remélem, hogy a jövőre Törökországban rendezendő eurázsiai pásztorkutya konferencián újra találkozhatunk. Bu konferansa Kanada, Amerika, Avrupa'dan 9, Asya'dan 8 ülke davet edecek. Erre a megrendezendő konferenciára Amerikából, Kanadából, Európából 9, Ázsiából pedig 8 országból hívunk résztvevőket. İnşallah oradan sizleri görmek istiyorum. Bakın, insanlar yoruldular. Veyahut da çeşitli nedenlerle işlerini döndüler. Bu benim için hiç önemli değil. Burada bir kişi kalsa ben 24 saat bildiklerimi anlatmaya, onu bilgilendirmeye devam ederim. Remélem, hogy... Bunun için sizleri çok önemsiyorum. Remélem, hogy ezen a konferencián újra láthatom önöket, és nagyon, nagyon köszönöm, hogy itt maradtak és meghallgattak. Ezt nagyra értékelem, hogyha egyetlen ember maradt volna is itt, akkor is én nagyon szívesen, akár egész nap meséltem volna, és a tapasztalataimat nagyon szívesen átadtam volna, de mivel ennyien maradtak, ezért külön örülök és köszönetet szeretnék mondani. Kuaslar ve kangallar arkeolojik kalıntılardan çok daha değerli. Çünkü atalarımızın bize mirasıdır ve canlı mirasıdır. A kuaszok meg a kangalok a régészeti leleteknél sokkal értékesebbek, mert az őseink örökségei, és ami még fontosabb, hogy élő örökségei. Yani kültürel değerleri çok yüksektir. Tehát a kulturális értékük nagyon, nagyon magas. Bugün bazı ülkelerde kuaslar, kangallar acaba polis köpeği olur mu, ordu hizmetlerinde kullanılır mı diye tartışılıyor günümüzde. Manapság arról folynak a viták, hogy a kuvaszok és a kangal kutyák a rendőri, fegyveres erőknél való alkalmazása milyen lehetséges-e, milyen módon lehetséges. Anadolu'daki Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki iki Türk devleti Selçuklu ve Osmanlı devletleridir. Yeniçeri ordusunda 500 sene iç güvenlik ve dış güvenlikte Akbaşlar'da, Kangallar'da kullanıldı. A Török Köztársaság előtt Anatóliában két török birodalom is létezett, ugye a Szeldzsuk birodalom és az Oszmán birodalom. Az Oszmán birodalomban a janicsárok 500 éven keresztül használták a kangalokat, mind kül biztonság védelmére, garantálására. İç güvenlikten polis hizmetlerini kastediyorum. A belbiztonság alatt a rendőri szolgálatot értem. Dış güvenlik içinde ordu hizmetlerini anlatmak istiyorum. A külbiztonság alatt pedig a hadseregben való alkalmazásról beszélek. Bir yıla yakın zamandır Türkiye'de iç ve dış güvenlikte kullanılmak üzere Kangal ve Akbaşlar eğitilmeye başlandı.
Tehát látható, hogy több száz évvel ezelőtt már a kangal és az agvas kutyák ilyen feladatokra kilettek képezve, már akkor elkezdődött az alkalmazásuk. Ancak kolay eğitimi bir ırk meydana getirmek çok kolay bir şey değil. 10 yıl sürer. Kolay eğitilebilir bir ırk ortaya çıkarmak için 10 yıl çalışmak gerekir. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy egy könnyen kiképezhető vérvonalat létrehozni nem könnyű, legalább 10 évet vesz igénybe. Köpekler insanlar gibidir. Eğitimli anne babanın çocuğu olmak çocuk için avantajdır. Çünkü eğitimli anne ve baba çocuklarına yol gösterirler. Çocuklar anne ve babayı izleyerek hayata hazırlanır. Köpekler de öyledir. Devamlı yapılan hareketler zaman içinde bellekte şifrelenir. Arkasından sosyal miras ve genetik miras haline gelir. Bugün Alman çoban köpeğinin kolay eğitilebilirliği böyle temin edildi. Bundan 150 sene evvel Almanya'da bugün dünyanın en iyi koruyucu köpeği diye düşünülen ve hakikaten değerli köpekler, ben hiçbir köpek ırkı için bu kötüdür diyemem, hepsinin değerinin olduğu şeyler vardır. Korular vardır. Fakat Almanya'da bir zaman sonra mera koyunculuğu bitti. Mera koyunculuğu bitince koyunlar dama alındı ve böylelikle Alman çoban köpeğinin, bakın adı hala Alman çoban köpeği. Ama Alman çoban köpeği artık çobanlık yapmaz ve yapamaz. Çünkü bir köpeğe bir insan çobanlık yapmasını öğretemez. Sosyal insanlarla ilişkiler için onu yetiştirebilir. Dur, otur, kalk, yürü. Ancak sürü gütmesini bir çoban köpeği, usta çoban köpekleriyle görev yaparken onları görerek onların etrafında dolaşarak öğrenir. Tehát a kutyáknál ugyanaz a helyzet, mint az embereknél, hogy az iskolázott, magasan képzett szülők előnyt jelentenek a gyermekek számára is az életében. Ugyanez érvényes a kutyákra is, hogyha egy kiképzett kutyának a kölykei könnyebben tanulnak, mert a viselkedési formákat már a szüleiktől is látják, és ez minél hosszabb ideig ismétlődik, ez a környezet fennáll, ez egy idő után így belekódolódik az adott fajtába, és így a német juhász, például a német juhászkutyák is így születtek, így váltak már az egyik legkönnyebben idomítható kutyafajjá, amiről ugye azt is el kell mondani, hogy a németeknél már jó ideje a szabad legeltetés, a juhok szabad legeltetése megszűnt, hanem karámokban tenyésztik a juhokat, viszont még mindig német juhásznak hívjuk ezeket a kutyákat, pedig már nincs, akitől megtanulják ezeket a pásztorkodást, a nyáj terelését és hasonlót, mert ugye ezt a falkával együtt a többi kutyát látva a munka közben tanulják meg ezeket a képességeket. Av köpekleri için de durum farklı değil. Bir av köpeğine av yapmayı bir insan asla öğretemez. Usta av köpekleriyle beraber ava çıkartır, onlarla beraber
süre ormanlarda, dağlarda koşuşur. Böylelikle avlamayı öğrenir. Köpeklere eğitim diye verilen sadece insanlarla olan ilişkileri de sürdürebilmesini temin etmekten başka işe yaramaz. És ugye a német juhászokat meg lehet tanítani mindenfélére parancsokat, hogy végrehajtsanak, viszont ezt a pászorkodást, ezt másik kutyáktól kell megtanulni, ember nem tudja ezt megtanítani nekik. Ugyanez a helyzet a vadászkutyáknál is, ott is be lehet tanítani a vadászkutyákat, viszont a vadászatot magát, azt a többi kutyától tudják megtanulni. Şu anda uyanıldık. Bize tanınan vakit daha giriş bölümünde tamamlandı. Çünkü sizinle bir hafta konuşsak ne ben gitmeyi düşünürüm. Hatta siz de benden ayrılıp gitmekte zorlanırsınız. Bu köpekleri seviyorsanız. Gerisini inşallah Türkiye'de Avrasya konferansında sizlerle konuşacağım. Sağ olun, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu sizin, bu hayvanları, bu ulusal ırkları ne kadar sevdiğinizi kanıtlıyor. Sağ olun. Most pedig viszont figyelmeztetésben részesültünk, hogy az időnk a végére járt, annak ellenére, hogy igazából a témának még talán a bevezetését meg tudtam ejteni, és hogyha lenne rá módom, akár egy hétig is itt nagyon szívesen folytatnám, és hogyha valaki érdeklődik és szereti a kutyákat, akkor valószínűleg hallgatóm is akadna, viszont a folytatást, hogyha minden jól megy, akkor együtt a következő eurázsiai konferencián meg tudjuk ejteni, és nagyon szépen köszönöm, hogy türelemmel hallgattak engem most is. Köszönöm szépen. Holnap 9-től 5-ig szintén itt leszek, és minden kérdésre nagyon szívesen válaszolok, hogyha tudok akkor is. Beni Facebook'ta arayın. 5000 arkadaşım var. Bir şeyi anlatmaya çalıştığım zaman 500.000 kişiye ulaşıyorum. Bunlardan 200'den fazlası Macaristan insanı. Facebookon is nyugodtan keresnek meg. Facebookon is nyugodtan keressenek meg. 5000 ismerősöm közül, 5000, hogyha valamit szeretnék megosztani, 5000 emberhez jutok el, amiből nagy örömömre 200 magyar is része. És szeretném, hogyha ez gyarapodhatna, és minél több emberrel a kutyák, a szeretett kutyáinkkal kapcsolatban tudnánk beszélni. Beni Macaristan insanı ve Macaristan ülkesi için çok önemli bir bağım var. Birinci Dünya Harbi'nde benim dedem Macaristan'da şehit oldu Ruslarla savaşırken. Nekem személy szerint is Magyarországhoz egy nagyon erős kapcsolatom van, nagyon erős kötődés fűz. Az én nagyapám az első világháborúban az osztrák-magyar monarchia és az oszmán birodalommal közösen az orosz birodalommal harcolva Magyarországon vesztette életét, és itt is van eltemetve. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen mindenkinek.